2023 a csalódás és a tisztánlátás éve volt, ezt mondja Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő. Köszöntöm Önöket. A mai adás egyfajta rendhagyó, évértékelő adás lesz itt az Ostromban. Átbeszéljük majd természetesen az izraeli helyzetet is, de szó lesz arról is, hogy Tarjányi Péter szerint Ukrajna hibázott idén, hogy miben kiderül, mint ahogy az is, hogy Putyin hogyan erősödött meg. Tartsanak velünk! Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a vendégem, köszöntelek ma is. Én is üdvözlök mindenkit. Ahogy mondtam, egyfajta évzáró adás ez a mostani, úgyhogy ha megengeded, rendhagyó módon kezdem, és persze beszélünk majd külön az ukrán-orosz háborúról, illetve majd nyilván az izraeli helyzetről is. De tudunk egyfajta összegzést adni, hogy a te szempontodból, vagy te hogy látod, 2023 biztonságpolitikai szempontból milyen volt, mi volt a fő kihívás, vagy mi volt a fő tanulság? Hát a fő tanulságok oldaláról két fogalmat mondanék. Az egyik a tisztánlátás, a második pedig a csalódás. Tisztában lehet látni rengeteg dologban a biztonságpolitika kapcsán, csak hadd mondjak néhány példát. Teljes egészében láthatjuk azt, hogy Oroszország, Kína, Észak-Korea, Irán és Fehér-Oroszország egyfajta tömbbe szerveződött össze, és ezek az országok valójában a teljes nyugat ellen gazdasági és nyílt háborút viselnek. Ezt 2022-ben nem láttuk így, 2021-ben, 2020-ban meg egyáltalán, hát hogyha visszaemlékszel, 2021 nem szólt másról, mint arról, hogy folyamatosan Oroszország tagadta, hogy bármilyen fajta támadásra készülne Ukrajna ellenébe. Aztán 2022. február 24-én végrehajtották a támadást. Tehát tisztán lehet látni azt, hogy milyen katonai, hírszerzési és gazdasági folyamatok zajlanak, és ezek mennyire eredményesek. Erre is mondok egy konkrét példát. 2022-ben azt láthattuk, hogy a szankciók egy része nagyon-nagyon fáj Oroszországnak. 2023-ban azt láttuk, hogy Oroszország hogyan tér át egyfajta sarkosan fogalmazott hadigazdálkodásra, és hogyan kerül ki a szankciókat, hogyan kér ebben segítséget, hogyan kap segítséget számtalan országtól, és egyébként a nyugat nagy vállalatai hogyan játsszák ki a szankciókat egyszerűen azért, mert extra profitot remélnek és nyernek is. 23 erről is szólt. Azzal, hogy Oroszországgal üzletelnek és pestiesen szólva seftelnek. Ez is egy tisztánlátás, hogy valójában az, amit mindig is mondtam, hogy a profit a legjobb szervező, beszélhetünk itt értékrendekről, beszélhetünk sok mindenről a nyugat kapcsán, de valójában egyes helyzetekben amerikai, német, lett, akármilyen fajta vállalatok, ha úgy látják, hogy szükséges, meg tudják oldani közvetítőkön keresztül, hogy Oroszországgal üzleteljenek, és a szankciókat ki lehet kerülni. A csalódottság pontosan ezekből fakad, hogy, és nem ilyen álnaivitásról beszélek, tehát ne gondold így, mert hogy az, amit láttam, az abszolút a biztonságpolitikában egyfajta realitás. De csalódottság olyan szempontból, hogy azok az értékrendek, amelyeket úgy éreztünk, hogy föltűzhetünk úgymond az ászlóra, amiben azt mondtuk, hogy Ukrajnát azért támogatjuk, mert hogy ténylegesen a nyugatért harcolnak. Ebben, ahogyan 23-at zárjuk, és nagy kérdés, hogy egyáltalán Ukrajna képes lesz-e folytatni a háborút. Ez döbbenetes, hiszen eközben naponta emberek százai vagy ezrei halnak meg, ukrán és orosz katonák is emiatt. Ugyanezt el tudom mondani a Közel-Keletre is. Azt gondoltuk, hogy azok a folyamatok, ami például az Abraham megállapodás, ami az Egyesült Államok, Izrael és Szaúd-Arábia között, illetve az arab országok között a Trump éra alatt, én azt gondolom, hogy egy sikeres külpolitikai lépéssorozat volt, tárgyalássorozat az Egyesült Államok részéről, illetve a részvevő országok részéről. Hogy porlad el egy villanás alatt egyetlen egy támadás miatt, amit a Hamász végrehajt, és a Hamász hogyan volt képes felkészülni erre a támadásra úgy, hogy a világ vezető hírszerző szervezeteit az orruknál fogva vezette. Ez is például egy óriási tudás, tisztánlátás, de egyben egyébként egy csalódás is. Tehát tisztában látok 2023 után, 2024 vonatkozásában,
De sem a szemem és sem a szám nem mosolyog ennek a tudásnak a kapcsán egyáltalán. A jövőt tekintve, 24-et, illetve az azt követő éveket tekintve, pontosan ez a fajta tömbösödés, amiről mindig beszéltünk, ugye emlékszel, 22-től kezdődően, itt már nem arról beszélünk, hogy zajlik a tömbösödés, hanem az, hogy ez befejeződött, és hogy ezek a tömbök hogyan fognak egymásnak feszülni, és ez vajon háborúhoz vezet, vagy csak gazdasági háborúhoz, vagy hibrid háborúhoz, vagy diplomáciai háborúhoz, vagy hírszerzési háborúhoz. Mindegyik más-más kategória. Úgyhogy én így láttam 2023-at, és mondom még egyszer, sem a szemem, sem a szám nem mosolyog ennek az évnek a kapcsán. Ígérem, hogy azért majd végszóra az adás végén beszéljünk két mondatot arról, hogy 24-ben mit látsz a legfőbb kihívásnak egyébként mondjuk biztonságpolitikai szempontból, de most akkor picit beszéljünk arról, hogy 23-ban mi történt a világban, tudom sok minden, de nyilván a mi adásainkban is két témakör volt a fókusz, az orosz-ukrán háború, és akkor talán a másikkal kezdjünk, mert kvázi az a frissebb, és sokszor beszéltünk arról is, hogy mintha az izraeli helyzet egyébként sok esetben, sok platformon el is mosná egyébként azt, hogy éppen az orosz-ukrán háborúban mi történik. Szóval miért lehetett ez? Mitől volt ennyire extrém ez az izraeli helyzet? Egyrészt méretét tekintve, illetve az, amit az előző gondolatsorban elmondtam, hogy hogyan hitte el a Közel-Kelet, és hogyan hitte el a Nyugat, hogy hát ha nem is béke, de valamilyen fajta rendeződési folyamatsor elindult. Ez álom volt, utópia, most már tudjuk. Ez a felismerés szerintem az, ami mindent megváltoztatott. Beszélhetünk egyébként, de most úgy annyira nem akarok belemenni, hogy egyik nap mi történt, másik nap mi történt a katonai műveletek során. Ezt nagyon-nagyon egyszerűen tudom zárni. Azt gondolom, hogy a Hamas vesztésre áll, katonai szempontból áll vesztésre, és az elkövetkező, most hasra ütök, 2-3 hétben nagy valószínűséggel a katonai műveletek befejeződnek a gázai övezetben, és az, amiről beszéltek Netanyahuék, illetve az izraeli hadsereg stratégiai, katonai vezetői, hogy a Hamas legyőzik, ez múlt idő lesz, mert hogy megtörténik. Hozzáteszem továbbra is, hogy ez nem jelenti azt, hogy a Hamas, mint terrorszervezet megszűnik. És itt jön a következő mozzanat, aminek keretében, és bocsánat, hogy egy picit a jövőről beszélek, de hogy 2024-hez kapcsolódóan, hogyha ez bekövetkezik, 2024 elején Izrael egy nagyon komoly belpolitikai válsággal fog szembenézni. Egyszerűen azért, mert hogy Netanyahuéknak az október 7-i fiaskóval el kell számolniuk. El kell számolniuk azzal is, hogy hogyan lehetett csak úgy végrehajtani ezeket a katonai műveleteket, amiben megközelítőleg 7-10 ezer civil, ártatlan palesztin meghalt a katonai beavatkozás, tehát az izraeli hadsereg beavatkozása miatt. Hogyan lehetséges az, hogy a túszoknak egy jó részét nem sikerült megmenteni? És hogyan lehetséges, tehát még egyszer mondom, az október 7-i fiaskó, hogyan lehetséges, hogy ezzel kapcsolatban Izrael ennyire elaludt, és amit most már tudunk, hogy hogyan lehetséges az, hogy a hírszerzési információknak egy komoly csomagja, amit ugye a New York Times hozott napvilágra, ami arról szólt, hogy kvázi a politikai és hírszerzési vezetés tudott, vagy képbe tudott volna kerülni azzal kapcsolatban, hogy konkrétan mit akar a Hamas azokban a napokban. Ezt nem sikerült értékelni, és egy óriási vereség érte úgymond Izraelt, hiszen több mint 1400 embert, civileket, katonákat, gyerekeket, időseket öltek meg a terroristák, illetve raboltak el több száz ember. Az, amikor ezzel Netanyahuéknak el kell számolniuk, nem lesz rá jó válaszok. Tehát erre nincs jó politikai válasz, ez annyira egyértelműen ott van az izraeli társadalom előtt, hogy ebben hibáztak. A politikusok is, illetve hírszerzési vezetők is. Nyilván az, hogy mi erről beszélgetünk, ne gondoljuk azt, hogy a szélsőségesek, a szélsőséges terrorista stratégák ezzel nincsenek tisztában. Pontosan számolnak azzal, hogy a Hamas nyílt katonai erejének legyőzése után Izrael egy belpolitikai válságon keresztül saját magát fogja darabokra szedni. Ami hírszerzési szempontból problémát jelent, hiszen ott is emberek dolgoznak, helyezkedési, csúnyán fogok fogalmazni, mindenki védi a fenekét,
és próbál úgy helyezkedni, hogy valahogyan a felelősségre vonást megúszza, és ezen keresztül egy olyan zűrzavaros helyzet következik, amit ezek a terrorszervezetek, szélsőséges milíciák kihasználhatnak. Eközben van a másik óriási feladat, amivel szembenéz Izrael. Ez pedig nem szól másról, hogy segítség, győztünk, magyarán a gázai övezetet sikerült az izraeli hadseregnek elfoglalni, mi legyen a gázai övezetben? Számtalan kérdéssel, kezdjük az alapkérdésekkel, hogy egyáltalán a szétlőtt várost valahogy működőképessé kellene tenni. Hát ott maradt több mint 2 millió ember, akik nem mentek sehova. Ezeknek, és ezek az emberek ártatlanok, tehát nem tettek semmit, csak ott élnek. Ezzel kapcsolatban Izraelnek felelőssége van, hogy ezt a helyzetet hogyan kezeli. Nem tudom, hogy milyen szervezési, katonai, és itt is fölmerül belpolitikai válaszokat tud adni Izrael. Mert hogy jó lenne, ha olyan politikai erő kerülne ott hatalomra, amely nem terrorszervezetek gondolkodásmódjával kívánja kezelni annak a térségnek és egyáltalán Izrael és a palesztinok közötti viták megoldási részét. Erre nem nagyon van válasz. Kit találnak? Virágzik a korrupció, virágzik a csempészet, elkeseredett emberek vannak, ne felejtsük el a 7-10 ezer áldozatot, düh, indulat, és ebben a közegben kellene egy ilyen csettintéssel békét teremteni és nyugalmat. Nem fog menni, hozzáteszem. És hát ez az, ami csak a gázai övezet szempontjából kérdés. És akkor beszéljünk a harmadik témáról, amiben, nézd, sorolhatnám, Irán és Szaúd-Arábia feszültségét, Irán és az Amerikai Egyesült Államok és a Nyugat feszültségét, beszélhetünk a jemeni huszi lázadókról, akik egyre nyíltabban a Vörös-tenger térségében nyugati célpontokat támadnak, rendelkeznek olyan technológiával, elsősorban Irán oldaláról, amin keresztül képesek ballisztikus rakétával, ha szükséges, illetve drónokkal elérni Izraelt. Olyan technikai lehetőségek vannak, amivel kapcsolatban most már tudjuk, hogy ha 23-ban kicsit ilyen sufnituningos, gyerekcipőben járós megoldásokat alkalmaznak, amit megint csak egy csettintésre vagy az amerikai hadsereg, haditengerészet, vagy Izrael el tud hárítani, de ezek az erők, pontosan ezt tanultuk meg 22-ben és 23-ban, napról napra fejlődnek. Képesek olyan megoldásokat összehozni, aminek keretében a térséget destabilizálni lehet, és a nyugati célpontokat, és köztük Izraelt is sikeresen támadni. Ez a harmadik fejezet. Erre is megoldásokat kell egyrészt a nyugatnak, másrészt Izraelnek adnia. Az izraeli háború kapcsán azért három olyan szempont jutott eszembe, amiről azért szeretném, hogyha röviden összegzően beszélnénk, ami folyamatosan topik volt itt nálunk is az adásban, meg mindenhol. Az egyik, ez az alagútrendszer. Igen. Mindig szóba került. Hogyan látod, hogyha visszanézel az elmúlt hónapokra, mennyire sikerült ezt felfedezni, megismerni, nem tudom, átvenni az irányítást felette? Non-stop beszéltünk arról, hogy hol ilyen habbombát magyarázta le, hogy az hogy működik, hol arról volt szó, hogy tengervizet engednek bele. Aztán újabb és újabb hírek voltak arról egyébként, hogy itt éppen olyan széles az alagút, hogy autók is elférnek, hogy a túszokat is ide vezénylik. Szóval összességében ez az alagútrendszer kérdéskör azért mindig érdekelte a sajtót, és érdekelt minket. Hogyan látod ezt most? Nézd, nyilván egyre többet tud a térségben az izraeli hadsereg ezekről az alagútrendszerekről. Teljesen friss hír, hogy most találtak 50 méteres mélységben egy olyan alagútrendszert, ami több száz méteren keresztül biztosította azt, hogy akár járművel lehessen haladni, és bármit szállítani. 50 méteres mélységbe biztosítani azt, hogy légkondicionáltan, vagy bocsánat, ez durva, tehát hogy levegőt bejuttatva, igen, tehát kicsit durva volt, elnézést, légkondicionálás, tehát hogy levegőt bejuttatva és azt keringetve friss, olyan levegőhöz jussanak a terroristák, amin keresztül napokig, hetekig rejtőzködhetnek ebben a térségben. És hát ez olyan technológiai és technikai tudást feltételez, amit egyébként megint csak hírszerzési szempontból Izrael nem vett észre. Tehát
az, amikor egy ilyen csuklómozdulattal azt mondjuk, hogy igen, Izrael sikereket fog elérni, szerintem ez igaz, de számtalan meglepetés várható ennek kapcsán. És azt látjuk megint csak, hogy hiába rendelkezik csúcs technológiával Izrael, olyan történéseket nem vett észre, és nem tud műszaki szempontból észrevenni, amelyek igenis mutatják azt, hogy a terrorszervezet aktív és képes csapásokat végrehajtani. Nem lesz ez másként, ezt hidd el nekem, Anikó, 2024-ben sem. És ezért mondom azt, hogy naivitás volt Netanyahuék részéről, amikor arról beszéltek, hogy egy terrorszervezetet így megsemmisítenek. Hiszen nap után veszünk észre olyan dolgokat, amivel eddig nem voltunk egyáltalán tisztában. A másik ilyen topik nyilvánvalóan a túszok kérdése, amivel sokat foglalkoztunk, és szerintem a tűzszünet előtt még a szakértők sem gondolták azt, hogy valóban működni fog és elengednek túszokat. December 20-án rögzítjük ezt az adást. Hogyan látod ezt a kérdést? Egyrészt Katar szerepe abszolút felértékelődött. Tehát igenis az a fajta hozzáállás, amiben a politika Izrael oldaláról, illetve a nyugat oldaláról is azt mondta, hogy nem tárgyalunk terroristákkal, közvetlenül nem tárgyalunk, de egy közvetítőn keresztül azért ez nem volt rossz, hogy megtörtént. És egyszerűen az, amit megfogalmaztál, hogy nem gondoltuk szakértői oldalról, hogy eredményre tud vezetni egy-egy tárgyalás, ez azért történt, mert elhittem én magam is, amikor arról beszélt Izrael, hogy nem tárgyalnak senkivel sem, hogy egyszerűen a nem tárgyalás után hogyan jelennének meg túszok, és hogyan lenne ez bármilyen módon sikeres. Katar az egyik nyertese ennek a helyzetnek. Egyszerűen világpolitikai, külpolitikai szempontból a térségben ők azok, akik elmondhatják nyertesként, hogy bármilyen ügyet, ha a nyugat oldaláról, vagy bárki oldaláról a térségben szeretne elintézni, vagy elakad valamivel, őket bátran kereshetik, ami nyilván az országnak presztízs szempontjából, gazdasági szempontból, tehát számtalan helyzetben eredményt hoz. És diplomáciai szempontból, illetve túsztárgyalásos szempontból, ugyan siker az, hogy ennyi túszt Katar segítségével Izrael úgymond ki tudott hozni a Hamas oldaláról, de továbbra is ott van az, hogy több embert nem, tehát még mindig vannak túszok, és hát árnyalja az is, hogy az elmúlt hét egyik eseménye volt, hogy túszokat lőtt le és ölt meg az izraeli hadsereg, akik egyébként szerették volna nem megadni magukat, hanem valahogyan az izraeli hadsereg közelébe jutni, ami jelenti azt is, hogy nagyon komoly vezetési problémák vannak az izraeli hadseregen belül a tekintetben, hogy egy-egy helyzetben mennyire vannak a végeken, tehát a harcoló egységek oldaláról tisztában azzal, hogy ki az ellenség és ki a barát, és ki az, akire adott esetben az izraeli hadsereg vár, hogy fölbukkanjon és oda juthasson. Tehát ez egy óriási tanulsága volt ennek az elmúlt egy hétnek. Azt hiszem, hogy az az alapvetés, amiben minden nagyhatalom, minden terrorelhárító szerv elmondja, hogy nagyon-nagyon kell figyelni arra, hogy ne juthassanak terroristák túszokhoz. Hogy az ilyen helyzeteket, amiben zsarolási potenciál szempontjából egy terrorszervezet használni tud embereket, ezt nagyon aktív és nagyon jó felderítéssel és hírszerzéssel kell elérni. Azt, hogy ebben Izrael nem jeleskedett, szerintem ez az egyik legnagyobb tanulsága és tragédiája Izraelnek a 2023-as évre vonatkozóan. A harmadik ilyen topik, amiben kezdjünk bele, az a hullám, amit vert ez az egész, a Hamas támadása világszerte. A palesztin barát tüntetések, amelyek sok helyen konfliktussal járnak, vagy mondjuk az antiszemita tüntetések, amelyek megjelentek Európában és Amerikában is. Nézd, én azt látom, hogy a kommunikáció és ennek mindenfajta hatása szerepe egyre komolyabban felértékelődik. Az emberek minél hamarabb szeretnek döntéseket hozni, tényeket találni. Ha ez nem megy azért, mert nem lehet a hírekre hagyatkozni, mert akkor a hírdömping van, és jön mindenfajta hír, pozitív és negatív egy-egy téma kapcsán szembe, akkor saját magukban akarnak döntéseket hozni. Nincs türelme
a világnak egyáltalán. Ahhoz, hogy egy-egy válsághoz kapcsolódóan picit megértsék, hogy mi zajlik ott, hogy időt adjon magának a világ. És ezt láthatjuk Európában és a nyugat több országában, hogy ezek a helyzetek vezettek ahhoz, hogy ezek a lappangó, parázsló problémák egyik napról a másikra szárba szökkentek, és ilyen helyzeteket hoztak, aminek kapcsán félő, hogy 2024-ben vagy 23 végén is terrortámadás történik Európában. És akkor beszéljünk a másik témáról, az orosz-ukrán háborúról. Ez a műsor is igazából ugye emiatt jött létre anno, amikor kitört a háború itt a szomszédunkban, és valóban erről többször beszéltünk, hogy az izraeli helyzet elvitte a fókuszt. Miért? Ahogy az előző ütemet, vagy az előző beszélgetésre zártuk, hogy a kommunikáció hogyan értékelődik föl. Az, amit láthatunk a Közel-Keleten, és az a fajta terrortámadás, amit egyébként Izrael bemutatott, és közben a terroristák Facebookon, illetve a közösségi médiában több helyen közvetítették is, olyan kommunikációs kritikus tömeget ért el, ami átbillent, és azt a fajta mindennapi valóságot, amiben nevezzük nevén, az emberek hozzászoktak az orosz-ukrán háborúhoz. Egyszerűen kibillentette, és a média hangsúlyát és fókuszát elvitte abba az irányba. Zelenszkij a napokban, pont tegnap talán, mert ugye ez 20-án rögzítjük ezt a beszélgetést, tartott egy beszédet, amiben elmondta, hogy mélyen megrendítette őket politikai, kommunikációs és emberi oldalról is az, ami történt Izraelben, de nem lehet összehasonlítani az orosz-ukrán háborút, és nem lehet összehasonlítani a Hamas és Izrael közötti összecsapást. És ez ténylegesen így van, méreteit tekintve is, tehát egy 1100 kilométeres frontszakaszról beszélünk Ukrajnában, Oroszország több százezer katonával hajtott végre hadműveleteket, a hadműveletek zajlanak tengeren, földön, vízen, levegőben, és egy inváziót látunk most már 22 hónapja, és február 24-én átfordulunk, és elkezdődik tulajdonképpen a harmadik éve ennek a háborúnak. Döbbenetes az, amit 23-ban látni lehetett. Van egyfajta furcsa íve ennek az egész háborús helyzetnek. Ha visszaemlékszel, 22-ben egy sikeres ellentámadást hajtott végre Ukrajna, erről szólt a nyár vége, illetve az ősz eleje, és ha 23-at vizsgáljuk, egyfajta reményteli hangulat volt. Az ukrán politika a nyugat oldaláról is, a nyugati szankciók sikeressége okán, vagy tekintetében, és ebben kapcsolatos további várakozásban, illetve azért is, mert az látszódott, hogy Ukrajna bármit kér, azt lehet, hogy egy pici késéssel, de valójában a nyugat teljesíti. Nagy hatótávolságú támadó tüzérségi eszközökről, ha beszélünk, harckocsikról, páncélozott szállító harcjárművekről, lövészpáncélosokról, intelligens tüzérségi lövedékekről, sőt a végén ugye odáig is eljutottunk, hogy ígéretet kapott Ukrajna, hogy F-16-os vadászrepülőgépeket és vadászbombázókat fog kapni. Aztán szembe jött a valóság, amiben a nyugat ezeket elvállalta, de az egyik legfőbb okaként, ami a nyári offenzíva kudarca között felsorolható, láthatjuk azt, hogy az ígért eszközök jó része nem érkezett meg a mai napig Ukrajnába. Láthatjuk azt, hogy valójában a nyugat miközben arról beszél politikai kommunikációban, hogy képes lesz ezeket a fegyverrendszereket biztosítani, hogy, most csak egy példát mondok, 1 millió darab tüzérségi lövedéket az Európai Uniós országok át tudnak adni Ukrajnának. Aztán kiderül, hogy nem, és nagy nehezen talán 250-300 ezer darab tüzérségi lövedék összejön. Hogy egy belpolitikai döntés az Egyesült Államokban például hogyan befolyásolja ezt az egész háborút, amiben azt láthatjuk, hogy a republikánusok rögtön kapcsolták egy belpolitikai, amerikai belpolitikai válsághoz, a migrációs folyamatokhoz ennek az egész ügynek a támogatását, és hirtelen 60-70 milliárd dollár úgy kiesett a háború támogatásából, mint a SIC
És Ukrajna azzal szembesült, hogy miközben 2023 elején arra fordultunk rá, hogy reményteli és van egy akarat és egy működő logisztikai támogatás, ez év végére, ha nem is fogyott el, de az Amerikai Egyesült Államok oldaláról tulajdonképpen a végéhez közeledik teljes egészében. És azt is láthattuk 2023-ban, hogy a nyugati fegyverek valójában nem csodaeszközök. Tehát hiába adott át korszerű technológiákat, például a harckocsik tekintetében Leopard harckocsikat Németország, ezek az eszközök is az orosz hadsereg által elpusztíthatók. Láthattuk azt, hogy mi történik abban az esetben, hogyha Ukrajna rossz stratégiát választ egy nyári hadműveletnél. Az alapvető két elv, a meglepetés elve, amiről beszélgettünk, annyit beszéltünk mi is az adásban, hogy a Putyinék nem csináltak más, csak az ostromot figyelték, pontosan tudták azt, hogy valami történni fog Ukrajnában a tavasz végén vagy a nyár elején, és nyilván nem bennünket néztek elsősorban, hanem sokkal belsőbb hírszerzési információkkal is tisztában voltak. Tehát a meglepetés egyáltalán nem működött a hadműveletek során. A másik nagyon-nagyon fontos hadi elv, hadászati elv, ez az erő centralizálás, az erő központosítás elve. Ahelyett, hogy azokat az eszközöket, amelyeket Ukrajna számára biztosított a nyugat, egy csomópontban, egy koncentrált támadásban vetette volna be Ukrajna, szétbontotta ezeket az erőket és eszközöket, és 3-4 területen hajtott végre támadásokat, aminek keretében ezek az erők valójában fölörlődtek, és áttértünk egy ilyen furcsa állóháborúhoz, amiben most 2023-at úgy zárjuk, hogy a kezdeményezés mintha átcsúszott volna Oroszország kezébe. Ukrajna pedig szembenéz azzal, hogy egy olyan védelmi doktrinát kell elkészíteni, amiben a 2024-es esztendőben elsősorban védelmi szempontból hajt végre támadásokat, és egy olyan helyzetet próbál biztosítani, amiben olyan pokoli veszteségeket okoz Oroszországnak, ami miatt Oroszország kénytelen lesz elő vagy utóbb ezeket a hadműveleteket befejezni. Még egyszer mondom, ez a terv. Aztán, hogy lesz a valóság, ezt nyilván 2024-ben fogjuk látni. És szembe kell néznünk azzal is, hogy milyen furcsa íve volt az orosz belpolitikának. Tehát miközben 22-ben a szankciókat nyögték, van egy olyan válságkezelő katonai és gazdasági csapata Oroszországnak, amivel kapcsolatban ne csődjük, csavarjuk, sikeresen tudtak több válságot kezelni, hogy egy puccsot képes volt túlélni Putyin elnök. Ne felejtsük el, hogy júniusban Prigozsinék menetet hajtottak végre Moszkva irányába, föllázadtak, aztán két hónap múlva Prigozsin lezuhant egy repülőgéppel, és hogyha most nem beszélgetnénk erről, nagyon érdekes lenne, ha lenne egy ilyen nézői gyors közvéleménykutatás, hogy hány embernek, hány nézőnknek jutott volna eszébe mondjuk ez az egész Prigozsin történet, mert hogy így egy csettintéssel ezen is túllépett a világ. Magyarán megerősödött Putyin elnök ebben a háborúban, ami egyébként baj, hozzáteszem, és az látható, hogy komolyabban tudta venni Oroszország és a mögötte álló tömb, még egyszer mondom, Észak-Korea, Kína, Irán és Fehér Oroszország ezt az egész háborút, mint a nyugat. Egy furcsa kettőséget látok ebben. Miközben a nyugat háborúzgat, Ukrajna harcol ténylegesen, Oroszország komolyan vette ezt a háborút, sőt egyre komolyabban veszi, és úgy érzi, hogy ebben a háborúban nincs félnivalója. Sőt, 2024 tekintetében elsősorban arra vár, hogy ha egy külpolitikai eseményt kiemelek, hogyan zajlik le, és mennyire lesz eredményes Oroszország szempontjából, vagy Ukrajna szempontjából az Amerikai Egyesült Államokban lévő elnökválasztás. Így van, és ígérem, fogunk még egy kicsit előre tekinteni. Három fókuszpontot találtam ennél a témakörnél is, és egyébként én vagyok az egyik, aki nem felejtette el ezt a bizonyos, igen, Prigozsin és Wagner féle. Hát felkelést ma már hívhatjuk így, és hát talán ez volt az egyik olyan, ami hát ilyen furán hangzik, de kuriózuma volt az idei évnek, hogyha az orosz-ukrán háborút vesszük. Ezt utólag hogyan értékeled?
magát a Prigozsin-féle kapcsolatot. Az első egy év, 15 hónap kapcsán Oroszország belpolitikai szempontból elfogadta azt, hogy a nyugat ellenében nem tud mit tenni, és hogy Putyin háborúja egy rossz logika mentén indult el. És ennek a rossz logikának lehet egy olyan következménye, hogy Oroszország totális vereséget szenved. Ezzel kapcsolatban voltak katonai események is, például amit előbb mondtam 2022 nyár végén és ősz elején, amikor sikeres ellentámadást hajtott végre Ukrajna. Történtek olyan lépések, aminek az egyik fejezete még mindig lóg a levegőben, ez ugye Finnország és Svédország NATO csatlakozása, utóbbi még mindig Törökországtól és Magyarországtól függ, de még egyszer mondom, nem gondolom azt, hogy Svédország ne tudna belépni a NATO-ba. Olyan megváltozott helyzetekkel találta szembe magát Oroszország, aminek keretében azt láthatta, hogy például a Balti-tenger térsége és a Fekete-tenger térsége egyáltalán nem annyira az övék már katonai szempontból, haditengerészeti szempontból, mint mondjuk ez a háború előtt volt. És ennek keretében igenis volt egy olyan belpolitikai erő, Prigozsin és a mögötte álló katonák és oligarchák, akik azt mondták, hogy ennek a vezetésnek mennie kell. Nem elsősorban Putyin tekintetében, de nyilvánvalóan áttételesen Putyinnak is mennie kellett volna, hanem az orosz hadsereg vezetése élén Sojguval, ugye honvédelmi miniszterrel, illetve Gerasimovval, a vezérkari főnökkel, akik mögött úgy szintén gazdasági erők is állnak. Tehát egyfajta olyan tisztogatás történt volna, amiben az új fiúk átveszik hatalmat, korán sem biztos, hogy nem folytatják a háborút, de egy másfajta fókusszal, nagyobb tárgyalási lehetőséggel, kezdeményezési lehetőséggel, mint amit most Putyinék kapcsán látunk. És azt látom, hogy ez a puccs nem volt jól előkészítve egyáltalán, mert nem tudott kiteljesedni, nem álltak Prigozsinék mellé olyan erővel, például a titkosszolgálatok, mint ahogy ezt ők gondolták. És ebből a helyzetből Putyin és a hozzá kapcsolódó kör megerősödve került ki. És volt egy óriási lépés, aminek a hátterét valójában nem az orosz hadsereg adta, még csak nem is az orosz politikai elit, hanem az orosz válságkezeléshez értő kormányzati szakemberek, akár az orosz nemzeti bank élén, akiket látunk, akik egy olyan gazdasági folyamatot indítottak el a hadsereg érdekében. Ezt hívják ugye hadigazdálkodásra való átállásnak, amiben közép és rövid távon Oroszország nagyon komolyan föl tudja pörgetni a gazdasági tevékenységét, és képes azokat a veszteségeket pótolni, amelyekre 2022 végén, 2023 elején nem volt még képes. Nagyon érdekes az a fajta válságkezelői tudás, ami egyszerűen abból fakad, hogy Oroszország az elmúlt 30 évben folyamatosan válságokban volt. És ez kitermelt egy olyan gondolkodásmódot, amivel nem tud mit kezdeni egyelőre még a nyugat. A nyugat azt gondolta bizonyos lépések kapcsán, hogy na hát ez padlóra küldi Oroszországot. Padlóra is küldte, tehát szemben a többi szakértővel, akik itthon mindig azt mondják, hogy Oroszországot sose sikerült padlóra küldeni. Nagyon sok olyan intézkedés volt, aminek volt foganatja. De ott vége volt. Kicsit egy ilyen olyan furcsa példát mondanék neked, mint amikor két boxoló verekszik egymással, a nyugat és Oroszország, és nyugat üt egyet, padlóra kerül az ellenfél, majd föláll, és a bíró azt mondja, hogy megy tovább a meccs, és egyébként a nyugat elmegy a sorokba, a hátat fordít, és azt mondja, hogy mi úgy gondoljuk, hogy megnyertük a meccset, és valójában már ennek a boxmérkőzésnek vége. Ezt Oroszország korán sem gondolja így. És ilyen szempontból Ukrajna az, ami megsínyli ennek a helyzetnek ezt a fajta megközelítését. A másik ilyen fókuszpont, amire gondoltam, hogy beszéljünk, ez a bizonyos tavaszi hadjárat, ami végül ugye sosem jött el, vagy igen, vagy elhúzódott, vagy nyári lett, vagy se, és akkor ezt is már tegyük helyre, hogy egyáltalán működött-e ez, csak elkésett, vagy igazából elmaradt, és most megint arról beszélünk, hogy egy újabb tavaszi hadjáratra készülnek az ukránok, és hogyha jól értem, akkor te úgy véled, hogy például Ukrajna abban hibázott, hogy a kapott támogatás, segítséget, eszközöket
kvázi elaprózták, és nem egy helyre fókuszáltak? Így van, ez az erő koncentrációjának elve. Ezt a katonai főiskolán első évfolyamos korunkban nem csak mi, tehát a világ összes katonai főiskoláján, akadémiáján. Akkor gondolom ott is. Nyilván, de meglepődnél, hogy a háborúk történetében hányszor hibázott. Rengeteg stratéga azzal, hogy szétaprózta az erőit. Tehát ez Ukrajnának egy nagyon komoly hibája volt. A tavaszi nyári, tehát a tavaszit felejtsük el, mert mindig arra készültünk, aztán tavasszal nem jött el a hadjárat, hanem nyáron, júniusban indult el. És az, amit mondtam, az elvek mentén, igen, az egy óriási probléma, hogy a nyugat által beígért eszközök és a hozzá kapcsolódó kiképzések vagy nem érkeztek meg, vagy megtörténtek a felkészítések, csak egyszerűen az eszközök később érkeztek. Akkor, amikor már a nyugati technológiákra kiképzett, illetve nyugati taktikákkal harcoló ukrán erőnknek egy jó része megsemmisült ezeknek a hadműveleteknek a végrehajtásának során. Óriási veszteség érte június, július, augusztus hónapban Ukrajnát. Viszonylag gyorsan kapcsolt a nyári hadjárat elején Ukrajna. Nem folytatták tovább a támadó hadműveleteket, de az a másfél-két hét meghatározta egyrészt azt, hogy Oroszország rájött arra, hogy mit akar valójában Ukrajna. Hol vannak azok a fő támadási irányok, amelyeken keresztül el akarják érni az Azovi tenger térségét, és darabokra akarják szedni az ott harcoló orosz katonai erőket. És itt jön az, amit előbb említettem, a meglepetés eltűnése. Onnantól kezdve, hogy ezekkel a fő irányokkal tisztában volt Oroszország, át tudta csoportosítani az erőit, és sikeresen tudott ellenállni. És van egy nagyon fontos szempontrendszer, az, amiben mind a nyugat, mind Ukrajna tévedett. Egyes területeken a klasszikus háborús szabályoknak megfelelően az 1-3 arány működött. Magyarán a védekező orosz egység 1 egységnyi, és vele szemben 3 egységnyi ukrán erő vonult föl. Az a védelmi rendszer, amit Oroszország kiépített, áttörhetetlen volt 3-szoros erőfölénnyel. 6-7-szeres, vagy akár 10-szeres erőfölényre lett volna szüksége Ukrajnának, és ezekkel a tartalékokkal nem rendelkezett. 2024 egyik fontos része lesz az, hogy hogyan képes mozgósítani Ukrajna a saját erőit. Mennyire kap támogatásokat, mennyire jutunk el oda, hogy azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államok hoz döntéseket. Nem gondolom azt, hogy leállnak egyébként a támogatások. Csak néhány példát hadd mondjak. Európa készül egy B-tervre. Az, amit éppen Magyarország próbált, illetve meg is vétózott, és próbál folyamatosan vétózni, ugye ez az 50 milliárd eurós segítségnyújtás, aminek csak egy része nyilván katonai segítségnyújtás, de ekközben számtalan felajánlás történik Hollandia oldaláról, 2 milliárd euró, Németország oldaláról, 4, 6, 8, tehát hogy több szám fut. Olyan ez az egész helyzet, minthogyha egy vészterv készülne Ukrajna támogatásának kapcsán Európa részéről, arra az esetre, ha az Egyesült Államok egyébként azt mondaná, hogy semmit nem adunk, és innentől kezdve egy dollár cent sem kerül Ukrajna oldalára. Úgyhogy ez alapján azt mondom, hogy 2024-ben nem gondolom, hogy Ukrajna katonai szempontból így összeomlana támogatás hiányában. De nyilván ez egy zötyögős támogatás, amire nagyon nehéz számítani, és ami a számítás kapcsán a legrosszabb, hogy nehéz erre haditerveket, stratégiát, bármilyen fajta támadást és támadási tervet összehozni. Úgyhogy ezért, amikor azt mondtad, hogy készül Ukrajna a következő tavaszi, nyári, nem tudom milyen hadjáratra, én ezzel kapcsolatban egész szkeptikus vagyok. Tehát elsősorban szerintem Ukrajna most a túlélésre játszik, olyan szempontból, hogy megfelelőképpen tudjon mozgósítani, hiszen emberhiánnyal is küzdenek, de elsősorban a technológia, muníció és mindenfajta hírszerzési támogatás oldaláról szeretnének életben maradni. Továbbra is ennek ellenére azt mondom, hogy az az egyszerűsítés, ami itthon nagyon fut, hogy ez egyszerűen a bakancsok száma alapján, Orbán Viktort idézem, dől majd el. És azért, mert több bakancs van orosz oldalon, és kevesebb ukrán oldalon, akkor ez automatikusan hozza azt, hogy az oroszok nyerni fognak. Ennél a helyzet ez egy picit szofisztikáltabb.
és az, hogy Oroszország több embert képes odaküldeni, nem jelenti azt, hogy 2024-ben automatikusan vereséget szenved Ukrajna. Van egy harmadik fókuszpont, amire nagyon kíváncsi lennék, hogy mit reagálsz, de akkor döntsd el, hogy erre válaszolsz majd, és akkor felteszem a kérdést, ez a politikai szempont, meg a politikai kommunikáció szempontja, amiről mindig beszéltünk Oroszország és Ukrajna kapcsán is, és akkor ebbe én beletenném azt, hogy például Putyin ugye kikkel jelent meg, kikkel volt jóban, including Orbán Viktor, de nyilván pár percünk marad, csak érdekel az is, hogy 24-re mit vársz, de az is lehet, hogy most erről beszélünk, és akkor majd a januári első adásban a másikról. Jó. Egy mondatból össze tudom foglalni azt, hogy mit láthatunk Putyin oldaláról. Magabiztosságot. Ezért van az, hogy egyre több helyre képes utazni, és ezért van az, hogy minél több olyan emberrel akar mutatkozni, ami egyrészt egy ilyen kommunikációs frocli, hogy nézzétek meg, ugye az idei évnek ez is egy fontos híre volt, hogy nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, elfogató parancson ellenem, és mégis szabadon mozgok, találkozom, jönnek hozzám, kérnek tőlem, tehát az erő pozícióját tudja megmutatni, különösen a Prigozsin féle pucs után ez egy nagyon fontos kommunikációs üzenet volt, ami szerintem a bolygón célba talált. Nem gondolják azt a fajta erőtlenséget, ami 2023-ra és 2022-re Putyin kapcsán igaz volt. Megerősödve került a helyzetből ki. És itt jön, hogy mi várható 2024. Bocsánat, de ide még azért egy mondatot a másik oldalt is megjegyezném, mert Zelenszkijnek is vannak azért ilyen típusú találkozói, például ugye az amerikai elnökkel is találkozott. Jó, igazad van. Tehát akkor legyen meg az egyensúly. Neki nehezebb ráfordulni most 2024-re. Nem a népszerűségi adatokat szeretném, mert ezt imádják itthon. Hanem azt kell látnunk, hogy azzal, hogy a nyári hadjárat, és én ezt annak idején is mondtam, nem volt sikeres, automatikusan az a fajta csodavárás, ami a nyugatra mindig jellemző, egy olyan helyzetet eredményezett, amiben azt mondták, és kezdik megkérdőjelezni, hogy az ő vezetési lehetőségei és tudása elegendő-e arra, hogy Ukrajnát győzelemre vigye, vagy tovább vezesse. És ebben a helyzetben van egy ukrán belpolitikai válság, amivel zárjuk a 2023-as esztendőt, ami arról szól, hogy vannak jelöltek, önjelöltek, Klitschko tekintetében például, hogy ők úgy gondolják, hogy igenis el tudnák vezetni Ukrajnát, és képesek lennének Ukrajna elnökeként működni. És emellett látható, hogy a hadsereg és a politikai vezetés között is feszültség van. A harmadik rész, és akkor nem marad idő, hogy mi lesz 24-re, majd januárban elkezdjük. A harmadik rész pedig, hogy az ukrán kommunikációhoz kapcsolódóan mennyire, most csúnyán fogok fogalmazni, sokald be a világ. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem kommunikált jól több esetben 2023-ban Zelenszkij. Az a fajta követelőző magatartás, ami egyik oldalról érthető, hiszen háborúban áll az országa, naponta halnak meg rengetegen. Követelőző magatartás, ami a mindennapjait egyre inkább az ukrán kommunikációnak áthatja, sem a kelet-európai országok, és ebben most levenném Magyarországot teljesen, mert Magyarországot semmi nem hatja meg Ukrajnához kapcsolódóan, mármint a magyar kormányzaton. De Lengyelország tekintetében, ha nézed, hogy milyen válság van a lengyel határon, a lengyel kamionosok milyen blokkádot vezettek be az ukránokkal szemben, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek kapcsán mennyire fél az Európai Unió, ez egy nagyon-nagyon kemény helyzet. Annak ellenére, hogy az Európai Unió az elmúlt egy hétben állásfoglalt, és azt mondta, hogy szeretnénk, hogyha csatlakozási szempontból Ukrajna az EU kebelére vonható lenne, és beléphetne az Európai Unióba. Ennek nagyon-nagyon a gyerekcipőben látható még mindenfajta lépés sorozata. Úgyhogy nehéz helyzetben van Zelenszkij, megfordult egy picit, neki nehezebb most, mint Putyinnak 2023 elején. Akkor innen folytatjuk jövőre 2024-ben. Tarjányi Péter, köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, ez volt az Ostrom. Köszönjük, hogy egész évben velünk tartottak, és a szerkesztő Szabó Betti nevében is szeretnénk, hát fura lenne ebben a műsorban azt mondani szerintem, hogy boldog új évet, úgyhogy nagyon békés új évet kívánni. Viszontlátásra.